Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a kedves nézőket a Szombathely Ma Közéleti Magazin műsorban. Ma este is három témával várjuk Önöket, hétfő van, akiknek esetleg feltenném most a kérdést, hogy vajon ki lesz az első vendégem. Fogadni nem fogadnék, de azt tudom, hogy nagyon sokan mondanák, hogy Szent Márton Magazin, és visszatekintünk egy picit az elmúlt hét eseményeire, és hát természetesen előre is nézünk majd. Valóban, Önök jól döntöttek, illetve jól válaszoltak, hiszen Szent Márton Magazinnal indulunk majd. Ez nekem is egy kicsit szívügyem, mert nagyon szeretem a programokat, rengeteg színes program van, egyre több ember, idegen ember jön a városunkba, barátkozunk, ismerkedünk velük, egyre több emlék kerül a felszínre, és azt gondolom, hogy erre az évre nagyon-nagyon sokáig büszkék lehetünk még mi szombathelyek. Aztán megismerkedhetnek majd az Észak-Dunántúli közigazgatási munkaügyi és regionális kollégium munkájáról, hiszen a kollégium vezetője itt lesz majd, és értékeli az ő tevékenységüket, méghozzá három évre visszatekintünk majd. Gregerzen Labosa György lelkész úrral pedig arról beszélünk, hogy megújulhat-e a kereszténység Európában. Ha tehetik, akkor tehát tartsanak velünk, azonnal indulunk. A szívem csücske ez a magazin, és nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket a stúdióban, Szomer Ildikót, a Szent Márton programiroda vezetőjét. Szervusz Ildikó, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És Zsámbéki Monikát, művészettörténész, a Szombathelyi Képtár művészettörténészét köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívást, és egy kiállítás kapcsán fogunk majd veled beszélgetni, de Ildikó, megengeded nekem, hogyha Monikát kérdezem arról, hogy először, hogy te még úgy nekünk nem vallottál a Szent Márton évvel kapcsolatosan, hogy látod ezt az esztendőt? Sikerül méltóképpen ünnepelnünk ezt az évet végig? Hát remélem, hogy év végén olyan mérleget vonhatunk, hogy pozitív és jó programok voltak, szép rendezvények, és mindenki lelkileg is tudott töltekezni, nem csak fizikai vagy egyéb. Nektek nagyon sok munkátok van ebben az évben, tehát azt el kell mondani, hogy rengeteg eseményt készítetek elő. Van időtök elmenni azért a programokra is, tehát más programokra? Igyekszünk úgy szervezni az egyéb dolgainkat, hogy itt a városban, ami zajlik, azokra természetesen, de más kiállításokra vagy más rendezvényekre. A Pannonhalmán jártunk már, én még nem láttam a kismartoni Szent Márton kiállítást, de mindenképp meg szeretném nézni, úgyhogy erre még módot kerítünk össze. Mindjárt egy kis programajánló is volt ez itt a beszélgetés közben. Ildikó, ez a hét hogy sikerült, hogy értékeled az eseményeket? Külföldön is jártál? Igen, igen, Passóban nyílt meg a kiállítás, amiről már szót ejtettünk. Múlt hétfőn beszéltünk róla. Így van, Németh József fotóművész fotós kiállítása, amely most már több helyszínt bejárt, nem csak Magyarországon, hanem már külföldön is. És most Passóban, az óvárosban, a Dunától pár méterre van egy városi galéria, és ebben a galériában nyitottuk meg a 32 fotóból álló kiállítást, és ez most több mint két hétig látogatható lesz. Többek között meg egy parlamenti képviselő is jelen volt a kiállítás megnyitón, és nagyon érdekelte nem csak a képek, tehát hogy hol készültek ezek a képek, hanem különösen az érdekelte, hogy Szombathely hogy ünnepli az emlékévet. Tehát erről elég részletesen tudtunk beszélgetni. Igen, És mit kérdezett tőle? Tehát mi volt az, ami inkább érdekelte? Tehát, hogy populárisabb rész, vagy mit szedünk ki Szent Márton életéből? Vagy mennyire figyelünk oda az európai tevékenységére Szent Igen, Mártonnak? Az utóbbi különösen érdekelte, tehát hogy milyen kapcsolatokat sikerült kialakítani Szent Márton ürügyén más városokkal, vagy közösségekkel. Érdekelte az is, hogy milyen látnivalók vannak Szombathelyen, amelyek Szent Mártonról szólnak, illetve egy speciális érdeklődési területe az volt, hogy a könyvet ír éppen szőlészet, illetve hát a szőlőművelés, a borászat hagyományaiból, és ennek kapcsán is találkozott Szent Mártonnal a néphagyományokban, illetve a szőlő, a bor kultúra kapcsán, és hát erről is érdeklődött, hogy mindez nálunk milyen módon érhető el, vagy akár még programot is bekarikázott magának a műsorfüzetben, hogy
hogy ha ideje engedi, akkor meglátogatja a szombathelyi programok egyikét. Ó, de nagyszerű, és ideje még van, hiszen még ebből az évből hátra van 4 hónap, uh-huh. Ezért ezekre a programokra még bőségesen el tudnak onnan is jönni, és hát Német József kiállításáról már beszéltünk, de azért említsük meg, hogy a héten, vagy az elmúlt héten egyéb más programok is voltak. Így van, hát volt a Galiba Fesztivál a hétvégén 3 napon át, amelyet egy borfesztivál is kísért a főtéren. Én csak tegnap este tudtam kimenni, de nagyon sokan voltak kint a téren, igazi nyári hangulat volt még. De ugyanakkor tegnap este zajlott a Szent Márton templomban a Szentpéterfai Jóbicsica kórus és a tambura zenekar koncertje, hangversenye, ahol kollégám elmondása szerint telt ház volt a templomban is, tehát ott már a 10. alkalommal rendeződött meg a Szent Márton emlékévé egyében a hangversenysorozat, és hát mindegyiken szép számú érdeklődő volt eddig is. Mónika, mennyivel különb ez az év a kihívások tekintetében, hiszen azért Szent Márton eddig mondjuk annyira nem állt a ti kutatásaitok keresztüzében, hogy úgy mondjam. Tehát ez egy különleges kihívás lehetett nektek is. Jól gondolom? Inkább azért volt különleges kihívás, mert ez egy országos pályázat volt. Tehát a textil triennálékon kívül azért viszonylag ritka alkalom, hogy nálunk országos képző és iparművészeti kiállítást szervezzünk. Ezt a város írta ki ezt a pályázatot a kiállításra, tehát a résztvevőknek, a művészeknek múlt év elején. Eléggé sok idejük volt a művészeknek, hogy felkészüljenek, elkészítsék a pályamunkájukat, amivel neveztek és amivel szerettek volna részt venni, és örültük, hogy nagyon nagy érdeklődés volt. Közel 100 művész jelentkezett 130 munkával, és aztán egy szakmai zsűri válogatta ki azokat a műveket, amelyek hát bekerültek a kiállításra. Nagyon nagy műfaji sokszínűség jelentkezett, hiszen direkt úgy volt meghirdetve a kiállításunk, hogy műfaji korlátozás nélkül, tehát festmények, grafikák, textilek, fotók, szobrok, bronz plakettek, kerámiák, tehát mondhatni, hogy tényleg sokszínű hát alkotói együttesek jelennek Én mutatom meg. Ennek a kiállításnak a meghívóját közben. Igen, a nézőknek. Igen, hát kortársunk Szent Márton ez a címe, és hát arra kaptak felkérést a művészek, hogy vagy Szent Márton életével kapcsolatos eseményeket, történeteket hát jelenítsék meg az alkotásaikban, vagy pedig a mai kor helyzetének megfelelő reflektálással készítsenek egy-egy művet. Talán még ez a része érdekesebb vagy izgalmasabb is volt, és az, hogy mennyire sokrétű a mai magyar képzőművészet, nagyon jól tükrözi ez a kiállítás, ez a sokféleség, sokféle alkotói megközelítési mód látszik a kiállítás. Te ismered műveken. Ezeket az alkotókat, vagy legalábbis tudsz róluk többet, mint mi most itt ugye Ildikóval egymásra néznénk, csak hogy kik jöttek vajon, de engem az érdekelne, hogy mondjuk a fiatalabb korosztály fantáziáját is megmozgatta-e, fiatalabb képzőművészek fantáziáját a téma? Hát kisebb mértékben, azt kell mondanom, hogy inkább azért a középkorúak vagy idősebb korúak voltak erre fogékonyak. Megnéztem azt is, hogy földrajzilag honnan érkeztek ezek a jelentkezések, illetve a kiállított művek, ugye művészek hol élnek, és körülbelül azt lehet mondani, hogy a jelentkezők, illetve a kiállítók 1/3 vasmegyei, 1/3 budapesti, és 1/3 pedig az ország többi vidékéről. Határon túlról is és érkezett esetleg? Szlovákiából vagy felvidékről egy hölgy jelentkezett, illetve egy vasmegyei származású művész nő, aki Burgenlandban is működik. Akkor most már azt is áruljuk el a kedves nézőknek, hogy a kiállítás megnyitójára mikor kerül sor a héten? Csütörtökön lesz, 17 órakor a Szombathelyi Képtárban. És a képtárban megtekinthető ez a kiállítás egészen? Egészen december közepén. Jó, de azért, ha egy mód van rá, akkor ne az utolsó nap menjenek el megnézni a kedves nézők a kiállítást. Ildikó, hát nyilván te ott leszel majd, mert azt gondolom, hogy te vagy az élő lexikona ennek az évnek, hogy mikor pontosan mi történt, hogy történt, te mindenről precízen be tudsz majd számolni, de arról számolj be nekünk, hogy a héten a kiállítás megnyitón kívül milyen
érdekesebb programokra hívnád fel a figyelmünket? Hát programdömping lesz. Ez most egy ilyen zsúfolt hét lesz? Igen, hát hétvége felé alakul majd több program. Lesz egy olyan program, amely Budapesten rendeződik, egy országos program, ez a KATTÁRS, a Katolikus Társadalmi Napok program, és ezt negyedik alkalommal rendezik meg, és a püspöki konferencia szervezője. Ennek a rendezvénynek az a lényege, hogy az egyház tanításait próbálják népszerűsíteni, illetve olyan formában bemutatni, amely bárki számára elérhető, tehát előadások, kiállítások, zenei események lesznek. A március 15-et ér Budapesten a központja ennek a háromnapos rendezvénynek. Szombathely is képviselteti magát, lesz egy beszélgető sátor, ahol szintén van szombathelyi résztvevő is, aki a beszélgetést vezeti, kiadványaink is ott lesznek, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon színes, gazdag program vár mindenkire. Ezen kívül itt Szombathelyen, ugyancsak szombaton, tehát 17-én két program is vár az érdeklődőkre. Mindkettő Szent Márton tiszteletére szerveződik. Természetesen lesznek benne olyan pillanatok, amikor Szent Mártonra emlékezünk. Az egyik program az egy határmenti kerékpáros túra, ami Felsőr és Szombathely 25 éves testvérvárosi kapcsolatára emlékezik. Felsőrből is indulnak kerékpárosok, Szombathelyről is indulnak, és Nardán a határ közelében lesz a találkozó, a piknik. Erre még lehet jelentkezni? Lehet jelentkezni a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesületnél, illetve a Herényiek házában is, akik vezetik majd ezt a túrát. Egy 32 kilométeres túráról van szó, de dimbes-dombos, mint ahogy írják a felhívásban is. Egy jó kerékpár kell hozzá, meg edzettség, némi edzettség. Így van, de hát várhatóan szép túra lesz, és szombaton pedig, aki Szombathelyen marad, a főtérem, a nemzetiségi találkozóba pillanthat bele, illetve hát én azt gondolom, hogy élvezheti is azt a programot, amit ott kínálnak a nemzetiségiek. Még két évvel ezelőtt szerveztünk egy olyan programot, hogy Szent Márton tisztelete a nemzetiségiek körében, hogy is őrzik ők Szent Márton emlékét. Nagyon különleges program volt. Minden nemzetiség körében volt olyan részlet, akár zenében, akár táncban, vagy akár színjátszókör előadásában adtak arról képet, hogy nekik mit jelent Szent Márton tisztelete. Ezen a találkozón is figyelnek majd erre, illetve hát megemlékeznek a Szent Márton emlékévre. Nagyon szépen köszönöm. Mi pedig várunk vissza jövő héten, hétfőn, és megkérünk, hogy számolj be. Budapesti eseményen is ott leszel? Nem, maradok Szombathelyen. Hogy valaki csak lesz, ott leszel? Bocsánat. Igen, ehhez szeretnék csatlakozni, amit Ildikó mondtál a KATTÁRS rendezvényről. A Szent Márton templom, Szent Márton erekéjét is ekkor viszik Budapestre, és ott a belvárosi főplébánia templomban lesz kiállítva, ott egy imaóra lesz majd szombat délben, és én utána tartok egy előadást a szombathelyi Szent Márton erekéjékről. Úgyhogy erről ott fognak nagyon hallani, jó, ez egy fontos kiegészítés róla. Volt. Nagyon szépen köszönöm Monikának, Ildikó, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézők, mi pedig akkor most együtt nézzük meg azt a kis összefoglalót, amelyet Krizsán Zsuzsa kolléganő készített nekünk a Szent Márton év eseményeiről, de most már képekben. Sajtótájékoztatón mutatták be azt a városi címertervezetet, amelyben kiegészítő elemként Szent Márton alakja is megjelenik. A tervek szerint a polgármesteri címer kitüntetéseken vagy levélpapírokon lesz majd látható. Az új címer megőrzi a város hagyományos középkori jelképét, és kiegészítő pajzstartó elemként került bele Szent Márton és a koldus alakja. A címer pajzs alá a latin nyelvű Civitas Sancti Martini, Szent Márton városa felirat került. A címer elkészültét fél éves szakmai munka előzte meg, amelyben a levéltár munkatársai, Fejsz György heraldikai szakértő, a Szombathelyi Szépítő Egyesület és a Romirajki műpártolókör is részt vett. Az új jelkép nem váltja le a város meglévő címerét, közgyűlési döntést követően polgármesteri jelképként használják.
Nagy sikere van a Székesegyház homlokzatára vetített jubileumi fényfestésnek. A város 2000 éves történetét elmesélő képsorok szeptember 20-áig láthatóak este 8 óra 20 perckor, 40 perckor és 9 órakor. A fényfestésre sok külföldi turista is kíváncsi. Hamarosan újabb hasonló produkció készül, amiért a Szent Márton templomhoz is érdemes lesz sötétedés után elsétálni. November 11-től ugyanis árnyjáték eleveníti fel Szent Márton életét, a vele kapcsolatos legendákat a gyermekek számára is érdekesen, meseszerűen. Az újabb fényfestés még tervezés alatt van. Nagy családosokat segített ajándékcsomaggal a szombathelyi egyházmegyei Karitász. Kakaó, mogyorókrém, gabonapehely és hasonló finomságok kerültek a dobozba, emellett kötelező olvasmányokat és tanszereket is kaptak a gyerekek. Az iskolakezdés nagy teher a több gyermeket nevelő családok számára, hiszen jelentős anyagi kiadással jár. A Karitász 700 ezer forint értékű élelmiszer és tanszercsomagot adott át pénteken. A segítségnyújtás minden formája különös jelentőséggel bír Szent Márton évében, hangzott el az eseményen. Örülök annak, hogyha be tudunk mutatni egy-egy olyan szakterületet, amely nélkül azt gondolom nem működnénk, nem tudnánk legalábbis törvényszerűen, a törvényt betartva működni ebben a mi kis világunkban, és nem csak a gazdasági életet nézzük most, hanem az élet valamennyi területét, ahol a jogi szakértők segítenek és döntenek néha vitás ügyeinkben. Viszont nem hiszem, hogy nagyon sokan ismernék az Észak-Dunántúli Közigazgatás és Munkaügyi Regionális Kollégium munkáját és tevékenységét, holott ide kötődik hozzánk Szombathelyhez, hiszen a kollégium vezetője, dr. Szőke Zoltán, aki stúdiónk vendége, nagy szeretettel köszöntöm. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És most egy szépen. 3 éves értékelés készült el a kollégium munkájáról, de mutassuk be egy kicsit, kérem, a kollégiumot. Mikor és miért alakult? Hát 2013. januárjában az igazságügyi reform részeként, egyik fontos részeként jöttek létre országosan egyrészt a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, másrészt pedig a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok. E kettő szoros kapcsolatban van egymással. A közigazgatás és munkaügyi bíróság minden megyében működő munkaügyi bíróságok szervezeti kereteire épülve jöttek létre, ugyanis a közigazgatási ügyszak, közigazgatási bíráskodás már a 90-91-es évektől kezdődően folyamatosan változásokon ment keresztül. A közigazgatási ügyszak rendkívül fontos terület a munkaügyi ügyszak mellett, és a jogalkotó... Erről mi egy kicsit kevesebbet tudunk, nyilván, mert nem találkozunk vele, ugye? Tehát a hétköznapi ember nem találkozik ezekkel a dolgokkal, viszont önöknek ezt is meg kell oldani. Igen, és a törvényszéken volt korábban, 2013 évet megelőzően a közigazgatási ügyek tárgyalása, és most elsőfokú bíróságként, miután a két ügyszak, a munkaügyi és a közigazgatási ügyszak speciális szakismeretet igényel a bíráktól, ezért is a közigazgatási és munkaügyi bíróságként jött ez létre. Tehát minden megyében egy ilyen külön bíróságként működő közigazgatási és munkaügyi bíróság van. Én közben nézek dr. Szőke Zoltánra, és mutatom a kamerának, ő is látja most már azt a kis füzetet, amelyben az elmúlt 3 év, amely gyakorlatilag dr. Szőke Zoltán kollégium vezetőhöz köthető összefoglalása, tehát 2013, a megalakulástól 16-ig, és ugye most vagyunk fél időben. Igen. Azt azért el kell mondani, hogy azért van Szombathelyen a központja ennek az 5 megyés szerveződésnek, mert hogy dr. Szőke Zoltánt választották meg ennek a testületnek az élére. Igen. A regionális kollégium, mint említettem a bevezetőben, nagyon szoros kapcsolatban van a közigazgatási és munkaügyi bíróságokkal, hiszen a regionális kollégiumokhoz más és más
létszámú megyék tartoznak. Itt a mi regionális kollégiumunkhoz 5 megye tartozik. A Vas megyén kívül Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Zala megye, Veszprém megye. Ezek a bíróságok kis bíróságok, mint ahogyan az ország többi közigazgatási és munkaügyi ügyszakban eljáró bírósága is, általában 3-4 fős bíróságok, a fővárosi és a nagyobb megyék kivételével természetesen. 6 ilyen regionális kollégium van az országban. Ugye a főváros az egy külön kollégiumot képez, összesen 60. És a regionális kollégiumnak éppen az a célja, hogy az egyes megyékben dolgozó közigazgatási és munkaügyi bírák, akik tehát a közigazgatási és munkaügyi bíróság szervezeti keretén belül dolgoznak, egy megfelelő szakmai fórumot biztosítson, hiszen 2-3 közigazgatási és munkaügyi bíró a korábbi szervezetnek megfelelően a törvényszégeken működő polgári kollégiumokon belül fejthették ki a szakmai véleményüket, vagyis a sokkal nagyobb létszámú polgári bírók mellett kisebb létszámú volt-e két ügyszak, és nem lehetett olyan mélységben a szakmai kérdéseket megbeszélni. Elég, hogyha azt mondom, hogy a mi kollégiumunk 45 fős, amiből 23 fő a munkaügy, az 5 megyét átfogva, 23 fő a munkaügyi bíró, 15 fő a közigazgatási bíró, és 7 olyan bírókolléga van, aki mind a két ügyszakban dolgozik, így jön ki a 45 fő. Beszéljünk egy kicsit arról a munkáról, amit végeznek, mert ugye ilyenkor az ember mégiscsak arra kíváncsi, hogy miért volt szükség erre a kollégiumra. Van-e valamiféle beleszólási, tanácsadói, véleményezési joga ennek a kollégiumnak, illetve azok a tagok, akik itt összejönnek, milyen területekkel foglalkoznak, vagy mire lehetünk büszkék mondjuk ebből az első 3 évből? Igen. Hát a regionális kollégiumoknak, így a mi kollégiumunknak is a fő célja, általános célja és értelme, hogy ez egy szakmai grémium, testület, és van egyrészt a teljes kollégiumi ülésünk, ami azt jelenti, hogy olyan kérdésekben, ahol mind a két ügyszak valamilyen szinten érintett, megbeszéljük a kérdéseket, szükséghez képest, de évente általában ilyen 2 alkalommal van, és részkollégium ülések pedig, ahol csak a közigazgatási, csak a munkaügyi ügyszak vagy szerepel. Vagy egyik, vagy másik, ugye? Igen, és akkor hát ezen belül a legkülönbözőbb szakterületen dolgozó, részbeni szakosodás mellett dolgozó bírókollégák működnek, így az adó, vám, földügyi kérdésekben, hogyha érzékelünk, hiszen időről időre a jogerős döntéseket, vagy amíg nem jogerős, de problémás jogi megítélés, jogértelmezési kérdésekben felvesszük közvetlenül egymással a kapcsolatot. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztosította a VIPE felületet, ez egy speciális intranetes belső felület. Valamilyen szakmai kérdés van, egyből föltesszük, és akkor erre válaszolunk, vagy akinek már volt ilyen ügye, reagál rá, hogy ő ezt hogy oldotta meg. Természetesen ezek nem kötelező. Ez egy belső konzultációnak. Azért konkrétan említsünk meg néhány dolgot, nagyon szerényen csak a kollégákra, meg ezekre a központi dolgokra fókuszál. A megváltozott munkaképességű személyek, ugye őket hívták korábban rokkant nyugdíjasoknak, ellátásának kérdéskörével foglalkoztak például. Tehát ilyen kérdéskörökkel többek között. Ugye többek között igen, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával itt rendkívül lényeges volt, hiszen köztudomású, hogy országosan is, így megyénkben is nagyon lecsökkent ezeknek az ilyen igényt érvényesítő állampolgároknak a száma különböző jogszabályi környezetváltozás miatt. Akik viszont pert indítottak, azoknál viszont rendkívül elnehezedett a jogszabályok értelmezése, és ezért kezdeményeztünk mi is más regionális kollégiumokkal együtt
jeleztük a kúria felé, hiszen van egy ilyen szerepünk is a regionális kollégiumoknak, hogyha aktuális jogértelmezési kérdés van, akkor a jogegységet végső soron a kúria által biztosító kúriai véleménnyel, vagy éppenséggel jogegységi határozattal is elő tudjuk, a jogegységi határozatot is elő tudjuk segíteni. Tehát valamilyen formában mégiscsak érint bennünket ez a sok-sok összejövetel, ez a sok-sok kérdésre való válaszadás, hiszen valamilyen formában mi is megjelenünk ott, önök előtt majd hasonló cipőbe lépve, és például ilyenekkel is foglalkoztak, és hiszen erre is büszkék lehetünk, hogy a társadalombiztosítás határozatainak bírósági felülvizsgálata, vagy a munkavállaló munkaadó kártérítési felelősségének a kérdésköre, hiszen ez egyre gyakoribb lehet. Igen, és ez azért is inkább napjaink egyik úgynevezett sláger témája, hiszen a kártérítés a munkajogban egy új szabályozás alá került, a polgári törvénykönyv, illetve az új munkatörvénykönyv megalkotása révén, és ez rendkívül sok jogértelmezési kérdés problémát hoz felszínre. Nyilván most a részletekben nem tudunk menni, de elég, ha csak megemlítem, hogy a sérelemdíj kérdése a nem vagyoni kártérítés helyébe lépett, vagy a működési kör, ellenőrzési kör kérdése, ami azt jelenti, hogy szükült bizonyos értelemben ennek a munkavállaló igény érvényesítési köre, így is lehetne mondani, nem elegendő csupán, hogy munkaviszonyban áll, hanem hogy az ellenőrzési körön belül történt-e az a fajta károkozó magatartás. Még egy nagyon fontos dologról kellene, hogy beszéljünk. Nevezetesen a héten, szeptember 16-án lesz önöknek egy igazán kiváló konferenciája, rendezvény eseménye, amelynek az előadásai között nagyon sok érdekes témakör van. Például a munkavállaló emberi méltósága, aztán a méltányos közigazgatás a 21. században, aztán az emberi méltóság kérdése a menekültügyi eljárásban. Tehát nagyon-nagyon széles kör, amivel önök foglalkoznak. Most még meg sem említettem, elnézést, hogy az Európai Uniós jogalkotásokra, jogszabályokra hogyan tudnak reagálni, vagy egyáltalán eljutnak-e önökhöz ezek. De kezdjük talán a konferenciával egész röviden, hogy a másikra is legyen egy perc. Igen. Hát szeptember 16-án szimbolikus helyen a Martineum felnőtt képzőakadémián kerül sor, 80-90 fő részvételével, szélesebb kör bevonásával, így a nyitott bíróság programnak is eleget kívánunk tenni, tehát nem csak a kollégák lesznek jelen, hanem tehát a szükebb értelme vett tagok, hanem az öt régió törvényszéki elnöke, a közszolgálatban dolgozó vezető tisztségviselők, tehát széles körben. Hát a regionális kollégiumunk általában is, de amink különösen nagy súlyt helyez az méltányos, humánus jogalkalmazás kérdésköreinek a belső mozgató erejére, vizsgálatára, nevezetesen arra, hogy ne csak a száraz jogszabályt lássa a jogalkalmazó, hanem adjunk mankót, vagy legalábbis egy irányzékot a jogalkalmazónak, saját magunknak az előadások révén, hiszen nyilván ezek sem kötelezőek, hogy lehet megközelíteni azt a munkatörvénybéli paragrafust, amit mondjuk itt a meghívóban is szerepel, a munkatörvény 6 paragrafusa, méltányosság, jói szeműség, tisztesség, ez pontosan mit jelent. És hát a Szent Márton emlékév, ez egy jó apropó, hát egyrészt Szombathelyen van a regionális kollégiumunk székhelye, másrészt amikor 13. szeptemberében megalakultunk, ahogyan ebben a kis füzetecskében is van, az arszpoétikánknak a Szent Mártontól vett azon részt is vettük, ugye van egy Szent Márton kép is. Igen. A segítés, szolidaritás, méltányosság végül is jót tenni jó, amely átfordítható nyilván a jogalkalmazói vonalon a törvény belső értelmének a erkölcsös, a józan ész szem előtt tartása melletti jogszabály jogalkalmazásnál, amit
egyébként az alaptörvényünk 28. cikke is előír. Tehát sok olyan szempont van, ami miatt ezt fogtuk így meg a Szent Márton emlékév keretében, amely nem csak szakrális vonalon, hanem lám ebből a szempontból a szolidaritás, segítés, méltányosság kérdésére is felfűzhető Szent Márton kapcsán. Nagyon szépen köszönöm dr. Szőke Zoltánnak, az Észak-Dunántúli Közigazgatás és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének, hogy elfogadta a meghívást, és én azt gondolom, ezzel mi is nyissunk egy picit, tehát a nyitott bírósághoz hasonlóan legyen a mi televíziónk is egy kicsit nyitott. Gyakrabban visszavárjuk Önöket, hogyha tudunk ebben segíteni, hiszen azt gondolom, hogy a tájékoztatása a nézőinknek az Önök számára is fontos lehet, hogy mit és miért tesznek. Nagyon szívesen, hiszen szolgálunk mi is, és egy célt, hogy mindenkinek megelégedésére hozzuk meg azt a bizonyos ítéletet. Köszönöm szépen még egyszer is, hogy itt volt. Kérem, hogy még egy picit maradjon, és nézzük meg együtt azt a felvételt, ami közben a stúdióban helyszínen lesz, majd amely egy hőlégballon versenyről készült, egy kis etűd ahhoz, hogy itt a stúdióban átrendeződjünk kicsit. Stúdiónk vendége pedig Gregerzen Labosa György, a Szombathely Evangélikus Egyház községvezető lelkésze. Jó estét, lelkész úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok. Hát mi lesz a keresztény Európa sorsa? Hogy alakul ez a bizonyos történet, amelyel kapcsolatosan október 2-ára urnák elő is várnak bennünket, magyarokat, hogy esetlegesen döntsünk, de úgy tűnik, hogy van egy nagyobb közösség, a V4-ek, ahol szintén van egy nagyon szoros összefogás, nem tudom, hogy mindez egyházi vonalon is ugyanilyen összefogással jelentkezik-e. Minden esetre úgy tűnik, hogy egy nagyon, nagyon komoly konfliktus van, egy nagyon komoly Európai Uniós kiürülés van, és talán ez a lelki kiürülés szippantja be ezeket a migránsokat és a velük hozott kultúrát, amely hát furcsa lenne, ha megtapadna Európában. Önmagában ez a kérdés feltevés, hogy mi lesz keresztény Európával, ezt én mondjuk pozitívnak értékelem, mert néhány évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni, hogy Európában nem csak a kereszténység és a keresztény értékek, vagy inkább mondjuk így, hogy a zsidó keresztény értékek, mert itt az iszlámmal való összefüggésben ez egy nagyon fontos dolog, ami nagyon keveset beszélnek, de azért zsidó barátaink is, teológusok is, főleg Európában élők, egyre inkább ezt azért előveszik és napirenden tartják. Tehát ez a zsidó-keresztény kultúra, ami nyilván aztán a római kultúrából kiinduló, meg a hellén kultúrából kiinduló, ami Európát jelenti, hogy ennek mi lesz a sorsa, és ez egy keresztény Európa. Ez a sajnos az elmúlt 50-60 évben a szekularizmus hatására háttérbe szorult. Ez nem volt kérdés. Persze, hagyományos polgári értelemben a kereszténység az megmaradt, és jelen van Nyugat-Európában. Ugye itt Kelet-Európában kicsit más volt a helyzet a kommunizmus és a szocialista diktatúra miatt, de örülök, hogy ez a kérdés újra napirendre kerül. Annak már kevésbé, hogy ezt egy ilyen dolog kényszeríti ki, amit napjainkban átélünk, és ami valóban
kihívás, enyhén fogalmazva, de azért mondhatjuk azt, teológiailag átgondolva is, hogy komoly veszélyt is jelent. Mennyiben befolyásolja mondjuk most azt a helyzetet, ami kialakult az, hogy elkoptak, eltűntek, nyilván kiöregedtek, kikoptak a rendszerből, azok az alapítók, az Európai Unió alapítói, akik alapjában véve ő maguk is nagyon erős keresztény hitű emberek voltak, tehát egy ilyen keresztény Európai Unió létrehozásán fáradoztak, ugye itt most az Adenauer, a Gasperi meg a Schumann nevét is megemlíthetjük, tehát valamennyien nagyon erős keresztények voltak ők, tehát eleve így gondolták, hogy egy ilyen keresztény Európa lehet versenyképes a világban. Így van, ne felejtsük el, a II. Világháború után egy hihetetlen kiábrándultság, az újrakezdés utáni vágy volt, és ezek az emberek, ez még az a generáció, amik a II. Világháború előttről indult, a II. Világháború túlélte, nem kompromittálódott, jórészt nem kompromittálódott, most gondolok itt a nemzeti szocialista Németország és akkori Európa viszonyaihoz, és ebben az újrakezdésben a forráshoz mentek vissza, és szerettek volna békét, ez nagyon fontos. És békét azt a Krisztus hitben és a Krisztusi etikában lehet valójában megtalálni. Összevethetjük itt a különböző vallásokat, filozófiákat, vitatkozhatunk róla órákon keresztül, de azért az a fajta békesség, ami nem a mi általunk megteremtett béke, nem valamilyen konszenzus alapján létrejött béke, hanem az Isten békességét jelenti, ez ugye Krisztussal jött el a világba. Itt nincs mese, ezt nem kár lenne vitatni. Nem véletlen, hogy a feltámadt Krisztus, amikor megjelenik, azt mondja, hogy békesség néktek. És ezen az alapon, vélhetőleg, sőt, gondolom, meggyőződéssel mondom, hogy saját személyes hitükből kiindulva gondoltak arra, hogy itt Európában egy nagy hagyománnyal, egy óriási nagy égés után, erkölcsi világégés után, a világháború után, mellesleg egyébként egy bolsevista, tehát ugye most a Szovjetunióra és a szocializmusra gondolok, veszéllyel, egy terjeszkedő, ami ugyanolyan hatású volt, mint ahogy ma sokszor beszélnek az iszlámról, olyan érdekes dolog ez, veszéllyel szembenézve igyekeztek Európában egy olyan világot felépíteni, ami a keresztény értékeken alapul, és lehetőleg az embereknek a jólétét, a közjót szolgálja. Ez az európai gondolat valójában. Valószínű lehet az, illetve beszélhetünk arról, hogy a hit elvesztése, amely a nyugat-európai emberre egyre inkább jellemző, a hit elvesztése, a hit elhagyása vezet ehhez a kiüresedéshez, amelyet most azonnal, vagy sürgősen, vagy gyorsan valamit tenni kéne, valamit változtatni kéne, és azt gondolom, hogy ebben a keresztény ember nagyon fontos szerepet játszik, ha felmeri vállalni. Igen, ugye történészek, filozófusok erről nagyon sokat vitatkoznak, hogy valójában a kereszténység, ez a hellenizálódott kereszténység, valljuk meg őszintén, ez az iszlám összefüggésében nagyon érdekes kérdés. Hol veszítette el azt a közösség formáló erejét, vagy mikor veszítette el? Beszélünk konstantinuszi fordulatról, ugye, menjünk vissza az időben, de csak nagyon röviden, ami hát itt Szent Márton kapcsán egy nagyon izgalmas korszak, ha már itt Szombathelyen vagyunk, ahol egy paradigmaváltás történt. Államhatalmi helyzetbe került a kereszténység, ami egy véglet volt. Aztán a középkorban ez a keresztény kultúra, ez a Civitas Dei, az Isten országa, az Isten városa koncepció, ez a Szent Ágostoni koncepció ment végig, és bizony a klerikalizmus, hisz erős volt a klerikalizmus, az magával hozta az elvilágosodásnak a jelenségét, mert hisz a klerikusok az egyház vezetői világi uralkodóként kezdtek el kormányozni, vagy a reneszánsz, ez mind ezt hozta el, és ebben a helyzetben jött a reformáció, ami ennek a kritikája volt. Önreflexiója volt, kritikája volt. Mások viszont a reformációt eredeztetik, hát általam el nem fogadott módon természetesen, most lelkészként, ezt a fajta bomlást, elválást, vagy a kereszténységnek, mint közösségalkotó erőnek a megbomlását, ezzel nem értek egyet, ez nem így van. A reformáció az a Szentíráshoz vezetett vissza, a forráshoz vezetett vissza. Az egy más kérdés, hogy az addigra felgyülemlett sok-sok feszültséget felszínre hozta. Ami kétségtelen, hogy nagy kárt okozott, egyébként sok pozitívummal is, megint az iszlám vonatkozásában, ez a felvilágosodásnak a kérdése, ahol egyértelműen elválik egymástól az állam, mint közösség, illetve az egyház, egyre inkább a magánélet szférájába kerül a hit, magánügyé válik a hit,
élek, nem élek ítéletet, mit élek, senkinek semmi hozzá, és ez senkinek semmi köze hozzá, és a 20. század ez gyakorlatilag elérte a csúcspontját, és most ott áll egy Európa, amely keresi a gyökereit, és nem találja, pedig ott vannak ezek a gyökerek, nem is kell nagyon messzire menni, mert még vannak templomok, még szólnak a harangok, a Szentírást olvashatjuk, csak onnan meríthetünk erőt, és adhatunk választ egy olyan kívásra, amit például az iszlám jelent Európában. Ha már itt tartunk, akkor egy személyes kérdés, lelkész úr hisz abban, hogy meg lehet téríteni a muszlimokat a szeretet erejével? Hát itt vissza kell akkor nagyon sok évszázadot menni, mert először is az iszlám, illetve a mohamedanizmus, vagy a Mohamednek a fellépése az egyik oldalon egy kontinuitás, zsidó-keresztény kontinuitás, a másik oldalon, tehát egy folytonosság, a másik oldalon viszont egy nagyon kemény kritika volt például a 6. századi kereszténység fölött. Valami hasonló, mint amit most élünk át. Hisz ott is egy eléggé elgyengült, a hatalomba belekényelmesedett, hellenizálódott keresztény világ volt, ahol megjelenik ez a fajta szemlélet, Mohamed nevezzük, vagy nevéhez köthetjük ezt, aki nagyon eleven kapcsolatot tartott zsidósággal, az Ószövetség világával, és a zsidó keresztényekkel, tehát azokkal a keresztények, akik keletre szorultak, a Jordántól keletre szorultak, nem nyugat felé, el is feledkeztek, le is váltak az akkori nagy keresztény világtól, és bizony ott volt egy nagyon eleven kapcsolat. És ugyanakkor meg tudni kell azt is, hogy az iszlámmal való találkozás a misszió területén az soha nem volt sikeres eddig még. Ettől függetlenül ezt nem mi találjuk ki, hála Istennek, és azt gondolom, hogy egy hiteles kereszténység, egy Európába özönlő, egyébként rendkívül vallásában, identitásában, emberi méltóságában megtépázott embercsoportnak vagy csoportoknak egy élő kereszténység az lehet igenis egy olyan hely, aminek az a vége, hogy mondjuk megkeresztelkednek. Nyilván nem erőszakkal, meg nem, ennek a világnak vége van egyszer és mindenkor, inkább arra kell figyelni, hogy a másik oldalon ez az erőszak mennyire van jelen. Ez az integráció akkor végbe mehet, csak ez egy hosszabb folyamat, ugye? Így van. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és természetesen divatos kifejezés ez az integráció. Ugye mindig Szent Istvánra is hivatkoznak, de integrálni csak azt lehet, aki idegenből megérkezik valahova, és elfogadja annak a világnak a szabályait. Szeretne integrálódni, akar integrálódni. Ha valaki nem akar, akkor nem lehet integrálni. És valójában ebben az ellentmondással küzd Nyugat-Európa, és ennek látjuk a borzalmait, mert az már a legszélsőségesebb példa, amikor terrorcselekményekről kapunk hírt. Nem hogy szeretnék mi is átélni ezeket a terrorcselekményeket. Ez így van. Tőlünk ezek teljesen idegenek, szokatlanok. Azt gondolom, és ettől félnek az emberek. Így van, a nyugati embertől teljesen szok. Tegnap volt, hogy a szeptember 11-e. Álljunk meg itt egy pillanatra, ahol ami az egész világot megrázta, és azt kell, hogy mondjam, az egy nagy fordulópont is volt. Ezekre érdemes, ezekre a figyelmeztető jelekre érdemes odafigyelni. A kereszténységnek a befogadó és integráló képessége az nagyon nagy. Ez 2000 év óta teszi. De van egy pont, ahol fel kell tenni azt a kérdést, hogy most akkor akarod ezt, vagy nem akarod ezt? És ezt dönteni kell mindenkinek. Az érkezőnek is, meg a befogadónak is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy mi maradjunk szelidek, mint a galambok, de azért azt is gondoljuk meg, hogy ebbe a szelid galambságba milyen ragadozó madarakat hívunk be, és azok tudnak-e köztünk szeliden viselkedni, illetve vissza tudják-e fogni magukat, mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog lenne, hiszen mi magunk a galambdúcban békésen, csendesen tesszük a hétköznapi dolgainkat szorgalmasan, és nem örülünk annak, hogyha lelecsapnak ránk ragadozó madarak, akiket nem is nagyon akarunk behívni. Ez igen, lehet ilyen képiesen is fogalmazni. Azt gondolom, hogy itt a olyasmi felelőssége van a médiának, ezt hogy mondjam el itt, hát ez hol máshol. Tudjuk. Azért az elmúlt egy évnek, két évnek a nagy zűrzavaraiban óriási felelőssége volt. Amikor politikusokat egymásnak ugrasztanak, papokat, teológusokat, iszlám papokat, és olyan képeket vágnak össze, amelyek nem a valóságot tükrözik, olyan helyzetet teremtenek, ahol nem lehet jót mondani, hanem eleve egyfajta irányba. Tehát a médiumoknak óriási felelőssége van, az egyháznak is, az egész európai kereszténységnek, élén egyébként Róma püspökével óriási felelőssége van, a Magyarországon is egyház püspökeinek, papjainak is,
és nagyon fontos, hogy amikor beszélünk, akkor mindig különbséget tudjunk tenni, hogy mi az állam feladata és mi az egyház feladata. Ezt nagyon összekevertük, halljuk meg őszintén, nyugati barátaink is gyakran összekeverik, a kettőt nem szabad összekeverni, hanem biztos teológiai alapokról józanul. A Luther reformátor mondta azt, hogy a keresztény ember az két lábbal a földön jár, de tekintetét az égre emeli. Mind a kettő fontos. A tekintetünket az égre emeljük, vagyis mindig az Istentől várjuk a bölcsességet. Másik oldalon viszont két lábbal a földön járunk, amíg itt élünk, ameddig időnk van, és a realitás érzékünket ne veszítsük el. Köszönöm szépen, hogy itt volt és megosztotta a gondolatait. Talán tudtunk egy picit segíteni a kedves nézőinknek is velünk. És azt gondolom, hogy én az On Media tulajdonosok nevében is bocsánatot kérhetek, vagy megkövetem mindazokat, akik úgy látják, hogy mi hibásak vagyunk, valóban hibásak vagyunk. És azt gondolom, hogy talán a legfontosabb médiatörvény az lehetne, amit Deák Ferenc mondott, hogy egyetlen egy paragrafus kell, a médiának mindig igazat kell közölnie. Schluss. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További szép estét önnek is, kedves nézők, köszönjük a figyelmet. Köszönjük, hogy velünk tartottak ma este, talán tudtunk néhány érdekes információt megosztani önöknek. Tegyék meg máskor is, hogy velünk tartanak, kollégáim nevében is köszönöm ezt az együttműködést, és természetesen bíztatom önöket továbbra is, hogy bánjanak jól az idővel, no meg a szeretettel, viszontlátásra.